Sziasztok, kedves nézők, én Marci vagyok, és itt vagyunk Dáviddal Cegléd vasútállomáson. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igazából nem lesz nehéz kitalálni az apropóját, hogy miért vagyunk most itt. Ez azoknak szól, akik tudják, hogy a napokban először ugye a keleti Szolnok, most pedig a nyugati Szeged viszonylaton egy Vectron mozdony közlekedik, tesztelik. Ugyanis április 6-ától a tervek szerint ez a Vectron, pontosabban nem ez a Vectron, hanem ez a típusú Vectron. Egy mindennapos vendég lesz a Váci oldalban, a Hungária Eurocity vonatok élén. Egyébként itt konkrétan a 193.293-as pályaszámú Vectronról van szó. Ugye ez a héten több hazai vasútvonalon is feltűnik majd. Hát ennek oka ugye a magyar személyzet betanítása. A cseh vasutak Vectronja ugyanis hamarosan mindennapos vendég lesz a 172/173-as számú Eurocity vonaton. És ami még talán fontos, hogy a keleti Szolnok vonalon, tehát a 120-án közlekedett Nagykáta keleti viszonylatú személyvonatok élén is. A cseh Vectron a Hungáriát a teljes útvonalán, azaz Budapesttől egészen Hamburgig viszi majd, gépcsere nélkül. A terelés miatti plusz időt pedig úgy próbálják majd lefaragni, hogy Prágában a Hungária nem közlekedik a főpályaudvarra. A főpályaudvar elkerülésével gépcserére és irányváltásra sincsen szükség. Most pedig Cegléd állomáson tartózkodunk, és itt várjuk a Szeged felé tartó, azt az IC-t, amelynek ugye az élén látható lesz a Vectron. Móra IC? Móra IC, pontosan. Akkor nem sokára érkezik. És akkor itt megvárjuk és levideózzuk nektek. Sokszor hallani azt a pletykát mostanában, hogy ennek a Vectron próbáztatásnak ennek egyéb okai is lehetnek. Ugye a MÁV kért egy tendert villamos mozdony beszerzésére, és ugye kettő mozdonyról lehet hallani, ami most igazán esélyes lehet. Az egyik a Trax 3-as, a másik pedig maga a Vectron. Igazából én úgy hallottam most legfrissebben, hogy a Vectronra hajazik a MÁV, és a Vectron az esélyesebb, tehát egyébként egy plehás látható a háttérben, mögötte pedig egy retrackes Vectron szintén. Most hát igazából érdekelne a szubjektív véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy ti mit gondoltok, mit fog a MÁV beszerezni majd a későbbiekben, és van-e köze ennek a mostani próbáztatásnak, típusismeretnek ahhoz, hogy a későbbiekben a MÁV milyen mozdonyt fog beszerezni. Dávid, esetleg neked van véleményed valamelyik mozdonyról, mit gondolsz? Trax 3-as vagy a Vectron lenne jobb szerinted? Most a Trax 3-ast főként magáncéges mozdonyokként szoktunk látni a hazai vasutakon. Szívesen megnéznék egy-egy személyszállító vonat élén is Trax 3-as típusú mozdonyt. Vectront szintúgy, hiszen az is inkább ugye DB Cargo-s vagy éppen ÖBB-s Vectronokat szoktunk látni. Tehát most már ugye egy Czeszky Drahi Vectront is láthattunk a mai nap folyamán, de ennek ellenére természetesen mindkettő típus egyaránt érdekelne engem személyszállító vonatok élén. Én szívem szerint, hogyha lehetne választani, akkor inkább nem preferálnám kimondottan egyiket sem, hanem fele-fele arányban vásárolnék a két típusból. Vagy maradjon a Szili! Hogy maradjanak a Szilikek. Minden bizonnyal a Szilikeket hamarosan ki kell váltani, de az is biztos, hogy a Szilik 100%-osan nem fognak még eltűnni a magyar vasútról. Ezek a mozdonyok, ezek elpusztíthatatlanok, tehát meglátjuk. És még talán ami fontos, hogy azt hiszem ez most tavasszal, idén tavasszal fog eldőlni, nem? Igen. Közbeszerzés ennek a dolognak, tehát hogy milyen mozdonyt vásárol végül is a MÁV. Aztán kíváncsian várjuk a fejleményeket. Ha pedig van esetleg bármilyen infótok, akkor azt írjátok le.
és elérkeztünk a videónk végéhez ezennel. Nem sokára indulunk vissza a 15 óra 24-es, feltehetőleg alacsony padlós, tehát Flirttel kiadott sebes vonattal Szolnokra. Úgyhogy lényegében amiért jöttünk, azt láthattuk is, és le is videózhattuk, illetve a velünk szintén jelenlévő vasútfotósok, tehát Andrődi Szabi és Gondos Márk is le tudta fotózni a Csesszkij Drahi Vectronját. Úgyhogy mi is el tudtuk ezt kapni, és természetesen még néhány érdekességet láthattunk. Raxokat például Szegedi IC-kélén, Flirtöt is, szintén sebes vonatként, de Kisszel is találkozhattunk, vagy éppen Alstomast Ride mozdonnyal, ugye AKMS-sel. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Én Dávid voltam. Sziasztok! Én még annyit hozzáfűznék, hogy itt vagyunk Cegléden. Készült már Cegléd vasútállomásra egy bemutató videónk, melyet most a jobb felső sorokba kattintva megnézhettek. Én is köszönöm a mai figyelmet. Sziasztok!